a holló medve csuka sógora. Volt egyszer egy öreg király. Annak volt három szép nagy lánya, meg egy kicsike fiacskája. Ez a király más sem csinált, mint ivott naphosszat, olyan igen szerette a bort. Alig hajnalodott, már ment a kocsmába. Ott aztán ivott, ivott. Még a kocsmát bezárták, s haza kellett térnie. Minden pénzét a kocsmába vitte. Utóvégre elfogyott a pénze, s a kocsmáros nem adott hitelbe. Nincs pénz, nincs becsület, mondta. Elrestelkedett a király, hogy király létére nincsen pénze. Töprenkedett fenemód, mit tegyen, mit ne tegyen. Végezetül azt gondolta ki, hogy vadászni megy, s ami vadat elejt, pénzé teszi. Vette a puskáját, s nekivágott a rengetegnek. Egyszer csak meglátott egy fekete hollót. Éppen akkor lebbent egy tölgyfa ágára. Ráfogta a fegyvert, de a holló megszólalt. Hó, ne lőj meg engem! Nem vagyok én közönséges holló. Inkább add nekem a legnagyobbik lányot feleségül. Hogy adhatnám? Hiszen te madár vagy, a lányom meg ember. Adok érte egy véka aranyat, kecsegtette a holló. Hát, jó, egyezett bele a király, egy véka aranyért odaadom. Holnap itt légy a lányoddal, én meg itt leszek az arannyal. Hazament a király, s rászólt legnagyobbik lányára, készülj, leányom, mert holnap férjhez adlak. Kihez, édesapám? Egy hollóhoz. Megszomorodott a lány, de nem tehetett semmit, király volt az apja, engedelmeskednie kellett. Elbúcsúzott két húgától, el az öccsétől, de mielőtt elbúcsúzott volna, még adott az öccsének emlékül egy kendőt, hogy megismerjék egymást, ha valaha találkoznak. Másnap a legnagyobbik lány felöltötte ünneplő gúnyáját, az apja pedig elvitte arra a helyre, ahol a hollóval megalkudott volt. A holló odaadta a véka aranyat, a király odaadta a lányát. Elrepült a holló a lánnyal, a király maga maradt a töméntelen sok arannyal. Megemelte, hogy a vállára vegye, nem bírta. Hóna alá szorította, ott se bírta. A mellére ölelte, akkor sem bírta. Mit tehetett? Addig-addig húzogatta, vonszolgatta maga után, míg nem elért a kocsma udvarára. Ott bekiáltott. Hé, kocsmáros! Jött a kocsmáros, felkapta a véka aranyat, bevitte. A király beült az ivóba, a kocsmáros meg hordta neki a bort, majd elvásott a lába, annyiszor térült, fordult. Ivott a király egy álló esztendeig. Egy nap a kocsmáros nem hozott bort. Ihatnám, mondta a király. Nincs pénz, nincs becsület, válaszolt a kocsmáros. Restelkedett a király, hogy király létére nincs becsülete a kocsmáros előtt. Kisonfordált az ivóból. A fejét meg törte, törte, hogy kimódolja, miként juthatna pénzhez. Reggel fölkelt, vette a fegyverét, s nekivágott a rengetegnek, hogy majd lő valami vadat, s pénzé teszi. Ahogy ment, egyszer csak szembe találkozott egy iszonyatosan nagy medvével. Gondolta, ez jó zsákmány lesz. Lekapta a puskáját a válláról, s ráfogta a medvére. Ho-ho, kiáltott a medve, meg ne lőj engem, te király! Nem közönséges medve vagyok én, inkább add nekem közbülső leányodat feleségül. Hogy adnám, hisz te állat vagy, a lányom meg ember? Hát a minap nem hollóhoz adtad a lányod? Kérdezte a roppant nagy medve. Én sem vagyok a lábvaló a hollónál. Egy véka aranyat kapsz a lányodért. Hát jó, hagyta rá a király. Egy véka aranyért neked adom.
holnap itt légy a lányoddal, én is itt leszek az arannyal. Kezet fogtak, elbúcsúztak, és a király hazament. Estére járt már az idő, lefeküdt hát. Reggel azt mondta a közbülső lányának, készülj lányom, ma téged is férjhez adlak. Engem is valami csúf állatnak szánt, kérdezte a lány. Egy medve lesz a férjed, szép erős állat. Majd gondodat viseli, meglásd. Megszomorodott a lány, de ugyan bizony mit tehetett volna. Király volt az apja, engedelmeskednie kellett. Elbúcsúzott a húgától, elbúcsúzott az öccsétől. De az öccsének adott emlékbe egy kendőt, hogy megismerjék egymást, ha valaha találkoznak. A medve már várta a véka arannyal. Adjon Isten jó napot, király barátom, köszöntötte. Adjon Isten, medve barátom, válaszolta a király. Itt a véka arany, itt a lány. A medve felnyalábolta a lányt, s elvitte. A király maga maradt a véka arannyal. Ez sem volt könnyebb, mint a másik véka. Hiába próbálta így is, úgy is, végezetül nem tehetett más, mint maga után húzta be a kocsma udvarába. Jött a kocsmáros, meglátta a véka aranyat, mindjárt füléig szaladt a szája. No, kocsmáros úr, van pénz, mondta a király, becsület van-e? Csak amíg a pénz tart, válaszolta a kocsmáros. Ez a véka arany is eltartott egy esztendeig. Mulatott a király, zengett bele az egész falu. De egy nap odaállott elibe a kocsmáros, és azt mondta, nincs pénz, nincs becsület. Szégyenkezett a király mód fölött, hogy a kocsmáros ilyen csúnyán bánik vele, kikullogott az ivóból, és mindjárt elindult az erdőre vadászni. Gondolta, lő valamit, eladja, s lesz pénze. Vadat nem látott, de látott egy óriási csukát a folyóban, a sekély vízben. Megcélozta. Hoho! Kiáltott a csuka. Meg ne lőj! Nem közönséges csuka vagyok én. Megérdemlem a legkisebbik lányodat. Ha már hogy érdemelnéd meg, hiszen te hal vagy, ő meg ember. Fizetek egy véka aranyat érte, mondta a csuka. Hát jó! Egyezett bele a király, egy véka aranyért odaadom. Holnap itt légy a lányoddal, én is itt leszek az arannyal. A csuka elúszott, a király hazament. Készülj, lányom, mondta, holnap téged is férjhez adlak. Kihez, édesapám? Egy csukához. Sírni kezdett erre a lány keservesen. Megkérdezte az apja, hogy mi leli. Hogy ne sírnék, hogy ne rínék. Nagyobb nénémet adtad a hollóhoz, kisebb nénémet adtad a medvéhez. Engem meg egy csukához akarsz adni? Hát nem tudod, hogy a holló a földön él, a medve is a földön él, de a csuka az a vízben él. Hát elpusztulok a víz mélyén, napfény nélkül, levegő nélkül. Majd elboldogultok valahogy, nyugtatta a király a lányát. Sírt a szegény lány, de száz annyit sírhatott volna, engedelmeskednie kellett. Elbúcsúzott hát a kisöccsétől, s adott neki egy kendőt, hogy megismerjék egymást, ha valaha találkoznak. Reggel fölkészült a lánya, hogy szokás. Azzal elindultak a folyó iránt. Isten hozott, királybarátom, kiáltott a csuka. Ott várakozott a sekély vízben, mellette a véka arany. A királylány sírt, jajgatott, hogy ő nem akar a vízbe menni, vízben élni, vízben halni. De az apja nem hallgatott rá, úgy megörült az aranynak. A csuka elvitte a lányt. A király maga maradt az arannyal. Most már nem is erőlködött, hanem mindjárt vonszolni kezdte a földön. Itt a pénz, kocsmáros úr, mondta. Látom, felelte a kocsmáros. Van becsület? Kérdezte a király. Amíg a pénz tart. Beült a király az ivóba. Olyan szomjas volt, hogy mindjárt egy egész hordó bort rendelt.
azzal mulatozni kezdett. Olyan formán, hogy mikor nem ivott, énekelt, és mikor nem énekelt, akkor ivott. Volt a királynak egy kisfia is. A szegény olyan nyomorultul élt, hogy az apátlan, anyátlan árva sem. Látta a kisfiú, hogy az apja már a harmadik leánya árát issza meg király létére. Megijedt erősen. Mi lesz, ha megint elfogy a pénz? Más nem lehet, mint hogy őt is eladja. Na gondolta, ezt nem várja meg. Batyut kötött, s útnak eredt, hogy megkeresse három nénjét, s náluk lejjen menedéket. Ment erdőn, mezőn, hegyen, völgyön, vízen, szárazon át. Egy sötét rengetegben aztán megállott. Iszonyú sikoltást, rikoltást hallott. Ugyan bizony kit nyúzhatnak, kit vonhatnak nyásba, hogy ilyen rútul panaszkodik. Közeledett arra felé, ahonnan a sikoltozás eredt. Egy barlangban három fekete szőrű ördögfiókát látott. Harapták, marták, karmolták egymást, ahol érték, és sialkodtak veszettül. Észre sem vették szörnyű dühükben a királyfit. Rájuk köszöntött hát. Jó reggelt, ördög fiak! Egy hopra abba hagyták a verekedést. Rábámultak a királyfira. Fiatalok voltak még, soha ilyen vitézforma emberrel nem találkoztak. Ha már a jó szerencse ide vezetett vitéz, mondták az ördög fiak, tégy igazságot közöttünk. Ítélhetsz bármiként, megfogadjuk a szabad. Hadd hallom, miben kértek ítéletet. Elibe állott a három ördögfiókas, elmondták közös szóval nagy bajukat. Apánk, anyánk egyszerre halt meg, hagytak ránk egy ostort, egy bocskort, egy palástot. Azoknak az a tulajdonságuk, hogy egyik a másik nélkül semmit sem ér. De a háromnak együtt varázshatalma van. Aki a bocskort felhúzza, a palástot vállára veti, és az ostorral csordít egyet, majd azt mondja hip-hop, ott legyek, ahol akarok, az nyomban ott lesz. Ezért nem tudunk mi az örökségen megosztozni. Mondd meg hát, vitéz, kié legyen az ostor, kié a bocskor, és kié a palást? Töprenkedett egy sort a királyfi, aztán így szólt. Mind a három azé legyen, aki megérdemli. Jó, hagyták rá az ördög fiak, de ki érdemli meg? Adjátok ide a bocskort, az ostort meg a palástot nekem. Ti pedig menjetek föl arra a magas hegyre, s fussatok versenyt. Aki elsőnek ér ide, azé lesz az ostor is, a bocskor is, a palást is. Elindultak az ördög fiak a hegy felé. Na de a királyfi sem volt rest. Mihelyt eléggé eltávolodtak, felöltötte a bocskort, vállára vett a palástot, csördített egyet az ostorral. Hip-hop! Legyek a legnagyobbik nénémnél. Jóformán kisemejtette a varázsszót, már süvített a levegő a füle mellett. Úgy repült a felhők között, mint a siető gondolat. Egy égig érő, rengeteg, havas közepén szállott levele a bocskor, a palás, meg az ostor. Nézett jobbra, nézett balra. Nem tudta, merre tartson a nagy kietlenségben. Utóvégre megpillantott valami ösvény formát egy kőszikla oldalán. Az elején szűk volt az ösvény, távolabb kiszélesült. Aztán összeszűkült megint, de a végén valami világított. Ahogy tovább haladt a fény iránt, egy szép nagy házhoz ért. Belesett az ablakon. Hát, meglátta a nagyobbik nénjét. Az ablak mellett ült, s varta a hímet, ahogy otthon is varta sokszor. Adjon Isten jó napot, édes néném, köszöntötte jó szívvel. Nem vagyok én nénéd, válaszolta testvére. Menj innét, akárki vagy. Ide halandó embernek nem szabad jönnie. Az én uram a fekete holló. Ha megtérsz, itt talál, jaj lesz neked, de jaj lesz nekem is. A kisöcséd vagyok én, mondta a királyfi. Mindjárt meg is bizonyítom.
azzal elővette a kendőt, amit a nénye adott volt neki emlékbe. Na, arról a nénye mindjárt felismerte. Hogy jöttél ide, édes öcsém? Kérdezte. Jaj, miért is jöttél ide? Hazajön az uram, a fekete holló, s mihelyt meglát, mindjárt szétszaggat. Ugyan bizony, miért szaggatná szét a sógorkáját? Majd szót értünk vele. Kijött a nénye a szobából, megölelte, megcsókolta, aztán elbújtatta. Alig bújtatta el, hazatért a férje. Roppant nagy holló volt, s ebédelni jött, mert hogy delet harangozta. Mindjárt elsőre azt kérdezte, hol a kicsi sógorkám, édes feleségem? Add elé, hisz ide jött. Én nem láttam, válaszolta a felesége. Add elő, bíztatta a holló, különben jaj neki és jaj neked. Elment az asszony a búvóhelyre, s az öccsével tért vissza. Mikor a holló meglátta, fél lábát felemelte, hogy kezet foghassanak. Szervus, sógorkám, mondta barátságosan, örülök, hogy meglátogattál. Régóta várlak már, gyere, ebédeljünk. Aztán megmutatom, ki vagyok. Asztalhoz ültek mind a hárman. Megebédeltek. Akkor a holló megkérdezte, tudod-e, ki vagyok? Hogy ne tudnám, válaszolta királyfi, ügyes holló vagy. A holló akkor kiterítette a szárnyát, megcsattogtatta egyszer, megcsattogtatta kétszer. Mire harmadszor is megcsattogtatta, szép királyfi lett belőle. Most már látod, ki vagyok? Kérdezte. Hogy ne látnám, válaszolta királyfi, ügyes királyfi vagy. Te is ügyes királyfi vagy, mondta a holló, de ha ügyes király is akarsz lenni, tanulj mesterséget. Különben az apád elissza az egész királyságot, és még betevő falatot sem lesz. Ígérte a királyfi, hogy megfogadja az okos tanácsot. Akkor a sógora kitárta két karját, kitárta egyszer, kitárta kétszer, mikor harmadszor is kitárta, visszaváltozott hollóvá. Most húzz ki a szárnyamból egy tollat, bíztatta a holló. Tedd a kebeledbe, s ha valami bajod lesz a világban, fújítsd meg ezt a tollat, és én nyomban ott leszek a segítségedre. Megörült a királyfi, hogy a nagyobbik nényének ilyen derék holló férje van. Elbúcsúzott tőlük, s visszament a kősziklához. Hip-hop, legyek a közbülső nénémnél, mondta. Az ostor, a bocskor meg a palást felkapta a királyfit, s vitte, mint a zúgó szél, nem is dobta le, csak a hetedik országban. Megint egy rengeteg havas közepébe, egy kőszikla tövébe. Nézett erre, nézett arra. Addig-addig, míg észrevett egy tátongó, sötét barna. Megindult befelé, félt a sűrű sötétségben, de azért csak nyomult előre. Aztán világosság ütötte meg a szemét. Mindjárt ott leszek a közbülső nénémnél, gondolta, s ott is volt. Egy nagy házat látott, annak az ablakából jött a világosság. Az ablak mögött ült közbülső nénye, vart és énekelt, csak úgy, mint odahaza szokott volt. Megkocogtatta az ablakot, adjon Isten, édes néném! De a nénye ki sem tekintett, csak visszaszólt. Nem vagyok én a nénéd, akárki vagy, távozz innét. Az én uram egy nagy medve, s ha hazatér ebédre, miszlikbe szaggat. Ha kinéznél, mindjárt megtudnád, hogy bizony az édes öcséd vagyok. Mikor férjhez mentél, adtál nekem emlékül egy kendőt. Azzal a kendőt az ablakra borította. A nénye odanézett, s tüstén felismerte. Behívta, ölelgette, csókolgatta, de elfakadt sírva. Jaj, miért is merészkedtél ide, édes öcsém? Hazajön az uram, a nagy medve, s amint meglát, szerte szaggat. Ugyan bizony, miért szaggatna szét? Kérdezte a királyfi. Majd szót értünk vele. De hiába mondta, a nénye egyre sírt, s nem is nyugodott meg, csak amikor jól elbújtatta. Aztán megszólalt a déli harangszó,
s hazajött a medve. Még be sem lépett az ajtón, már is brumbogott, mammogott, dörmögött. Hol az öcsét, hol a sógor, hol az öcsét, hol a sógor. Az asszony azt hazudta, színét sem látta, de az ura addig fenyegette, míg végül előhozta a búvó helyről. Mihelyt a királyfi a szobába lépett, a medve fölállott hátulsó lábára, s keze helyett elülső mancsát nyújtott a készfogásra. A mancsa olyan körmös volt, hogy a királyfi erősen megijedt. Szervusz, sógorkám, régóta várlak már. Jól tetted, hogy meglátogattál. De tudod-e, ki vagyok én? Látom, hogy medve vagy, nagy erős medve, mondta a királyfi. Na most mindjárt meglátod, ki vagyok valójában. Vetett három kecskebukát, s olyan szép, ügyes király vált belőle, hogy az egész ház ragyogott fényes gúnyájától. Leültek az asztalhoz, ettek, ittak, vígan laktak estig. Akkor a királyfi bejelentette, hogy elmegy legkisebb nényéhez. Várj még egy kicsikét, kérte a sógora. Ismét kecskebukát vetett, s medve lett belőle, aki azelőtt volt. Nagy erős medve! Ügyes királyfi vagy, mondta a medve. De ha ügyes király is akarsz lenni, tanulj mesterséget, különben az a részeges apád elissza az egész királyságot, s még betevő falatot sem le. Megfogadta a királyfi, hogy mesterséget tanul. A medve akkor bíztatta, hogy húzzon ki a bundájából 300 szőrt, rejtse el biztos helyre, s ha bajba kerül, húzogassa meg, ő majd eljön a segítségére. Megköszönte a királyfi a 300 szőrt, azzal elbúcsúztak. Odakünn hátára vette a palástot, lábára kötötte a bocskort, s csördített az ostorral. Hip-hop, legyek legkisebb nénémnél. Egyszerében ott termett egy hatalmas folyónál, de ott aztán megijedt. A szárazföldön elboldogult valahogy, de a vízbe, hát hogy menjen be? Gondolkodott, s eszébe jutott holló sógora, hát ha az segíthetne rajta. Előhúzta a tollat a kebeléből, megfuvintotta. A havas oldalából kiszakadt egy tömérdek felhő, a felhőben egy fekete holló. Leröppent eléje, s megkérdezte, mire van szükséged, sógorkám? Nem egyébre, csak arra, hogy meglátogassam harmadik nénémet, aki ebben a folyóban lakik. Ha csak ez a baj, majd én eltakarítom a vizet. Bement a holló a folyóba, s nagy szárnycsattogással fürödni kezdett. Mire megfürdött, úgy kiszáradt a víz, hogy három napi járásra egy csöp sem maradt a mederben. Azzal elröpült. Látta a királyfi, hogy éppen előtte, a mart alatt egy nagy barlang szája sötétli. Máshol alig halakhatik legkisebb néném, a csuka felesége, gondolta. Ment az irgalmatlan sötétségben. Egyszer csak világot látott, s ahogy tovább haladt, a világosság nőtt. Még tovább ment, s hát egy szép tér mezőre ért. A mező közepén egy nagy üvegpalota állott. Az üvegpalota falánál ott ült legkisebbik nénye, s varta a hímet, csak úgy, mint otthon. Kipillantott az üvegfalon a nénye, s mindjárt megismerte. Hogy találtál ide, édes kicsi öcsém? Hát nem tudod, hogy az én uram csuka, s ha meglát, a száját kitátja, lenyel, és akkor véged. Minek nyelne le? Válaszolta királyfi. Voltam a másik két sógoromnál, azok se bántotta. Bementek a házba. A csuka sógor egy padon fickándozott, de mihelyt a királyfit meglátta, lebucskázott a padról, s lett belőle egy szép királyfi. Százszor szebb, mint a másik két sógor. Most már látom, ki vagy, mondta a királyfi. Én is látom, hogy te ügyes királyfi vagy, válaszolta a csuka. De ha ügyes király is akarsz lenni, tanulj mesterséget, különben a részeges apád elkótya vetyéli egész birodalmát, neked meg egy betevő falatot sem lesz.
ígérte a királyfi, hogy a bölcs tanácsot megfogadja. No akkor ölelték, csókolták, jól tartották. De a királyfi semmiképpen nem akart tovább időzni, félt erősen, hogy a folyó vize megindul, s örökre ott reked. Akkor a sógora visszaváltozott csukává, s útra valóul adott neki 3 hal pénzt az oldaláról. Ha a víz mellett esik bajod, vesd be, s én nyomban ott leszek a segítségedre. Elbúcsúztak, s a királyfi kiment a martra. Jó munkát végzett a holló, a folyó úgy kiszáradt, hogy híre sem volt víznek a mederben. Gondolkozott a királyfi, hogy most mihez fogjon. Úgy végzett magában, hogy hazamegy, s rendet csinál otthon a birodalomban. Nem akart királyság nélkül maradni. Hip-hop, legyek odahaza, mondotta, s rittyentett az ostorral. Már otthon is volt. Részegen lelte az apját, de olyan részegen, hogy elszégyelte magát. Ahogy ránézett, hát látja, hogy az apja lába kilátszik lyukas csizmájából. Nem restellikent király létére szakadt csizmában járni? Kérdezte. Király vagyok én, mezít láb is, mondta az apja. Minek restelném? No, majd én csinálok csizmát kendnek, felséges atyám, ígérte a királyfi. Hiába tartóztatta az apja, hiába fenyegette, beállott csizmadiainasnak. Egy év alatt úgy kitanult, hogy 12 pár csizmát vitt az apjának. Elfogadta az öreg király a csizmákat, és azt mondta. No, fiam, olyan mesterséget tanultál, hogy ha a királyság nem maradna rád, úgy is meg tudsz majd élni. Látta a királyfi, hogy az apja olyan ringyes, rongyos, mint a legnyomorultabb koldus. Megkérdezte, nem restellikent király létére szakadt gúnyában nyomorkodni? Király vagyok én pucéran is, mondta az apja. Minek restelném? No majd én csinálok gúnyát kennek, felséges atyám, ígérte a királyfi. Hiába tartóztatta az apja, hiába fenyegette, beállott szabóinasnak. Egy év alatt úgy kitanult, hogy 12 gúnyát vitt az apjának. Elfogadta a gúnyákat az öreg király, és azt mondta. No fiam, olyan mesterséget tanultál, hogyha a királyság nem maradna rád, úgy is meg tudsz majd élni. Látta a királyfi, hogy a palota düledezik, omladozik, a lyukas tetőn át becsurog az eső, megkérdezte. Nem restellikent király létére lyukas tetejű palotában lakni? Király vagyok én a kunyhóban is, mondta az apja. Minek restelném? No, majd én építek új palotát kennek, felséges atyám, ígérte a királyfi. Hiába tartóztatta az apja, hiába fenyegette, beállott kőművesinasnak. Egy év alatt úgy kitanult, hogy híres pallér vált belőle. Hazament, elhányta a királyi palotát, s olyant épített helyébe, hogy nem lehetett párját találni. No, fiam, dicsérte az apja, olyan mesterséget tanultál, hogyha a királyság nem maradna rád, úgy is meg tudsz majd élni. Gondolta a királyfi, hogy már van az apjának csizmája, gúnyája, van új palotája, most talán megjámborodik. De rosszul gondolta. Mert az apja vette a 12 pár csizmát, vette a 12 gúnyát, és elvitte a kocsmároshoz. Van becsület? Kérdezte. Amíg a csizmából, meg a gúnyából tart, válaszolta a kocsmáros. De nem sokáig tartott, akkor a király zálogba vetette a királyi palotát, s az árát elitta a kocsmában. Mikor elitta, hazament, s azt mondta a fiának. Erigy, fiam, szerez valami munkát, a pénzt, amit érte kapsz, ad nekem, rettentően szomjas vagyok. Kérte a fia, könyörgött neki, hogy ne részegeskedjék, ne pocsékolja el az egész birodalmát, hiszen koldus botra jut öregségére. De ha 100-szor annyit kéri, annak se lett volna foganatja. Az öreg király lekapta a nadrág szíját. Még tüstén dolgozni? Én aztán nem, válaszolta királyfi.
Erre az apja megfogta, és a nadrág szíjjal jó erősen megkötözte. Na most elallak, s a pénzből, amit érted kapok, megint iszom egy álló évig, de ha megszököl, nem iszom többet, hanem neked adom a királyságom. Úgy is tudom, hogy arra fáj a fogad. Úgy is tett, ahogy mondta. Eladta a fiát a Sánta Molnárnak egy vék aranyért. Száraz malma volt a Molnárnak. Befogta a királyfit a rúd elé, és azt mondta, ha nem húzza a malmot, éhen veszti. Mikor a Molnár elment, a királyfi elővette a holló tollát, megfovintotta. Egy nagy felhő szállott a malomra, a felhőben egy fekete holló. Kiszabadította, elvitte haza. Megjöttem, felséges atyám, köszönte a királyfi a palotába. Most kenden a sor, hogy beváltsa az ígéretét. Még nem ittam eleget, mondta a király. Azzal megint eladta a fiát, de azt ígérte most is, hogy ha megszökik, nem iszik többet, hanem neki adja a királyságát. Egy híres tolvai kapitány vásárolta meg a királyfit. Bezárta egy sötét pincébe. Abban a pincében töménytelen sok arany hevert a földön. Kiadta parancsba a tolvai kapitány, hogy a királyfi számlálja meg, s rakja össze az aranyat. Nem tehetett mást, engedelmeskedett, mert a tolvajok sűrűn jártak keltek a pincében. Éjszaka azonban kivette kebléből a három medmeszőrt, s addig húzogatta, míg brummogva, mammogva, dörmögve megjelent a medve. A tolvajokat mind elpusztította, a királyfit kiszabadította. Megindult a királyfi haza. Nem találta otthon az apját, a kocsmában mulatozott. Tartott még a véka aranyból, amit a fiáért kapott. Jött egy szolga, s hírül vitte neki, hogy a fia megjött. Megijedt a király, még a poharát sem üdítette ki, hanem szaladt a palotába. Útközben egyre azon gondolkozott, mit találjon ki, hogy a fiát elveszítse. Állja-e a szavát, apám? Kérdezte a királyfi. Még nem ittam eleget, válaszolt az öreg király. Látom, Kend nem akar megjámborulni, mondta a királyfi. De tudja meg, ha elad harmadjára, én harmadjára is visszajövök. Aztán vagy nem iszik többet, vagy nekem adja a királyságát. Nem ígért most már a király semmit. Megkötözte a fiát, s eladta egy véka aranyért egy gályára. A gályásnak pedig meghagyta, hogy vasaltassa meg a fiát, nehogy megint megszökjék. A gályás az evezőpadra vasaltatta a királyfit. De olyan nehéz vassal, hogy 10 ember se bírta volna felemelni. Húzta az evezőt a nyomorult, majd beleszakadt. Mikor lankadozott, tüstént csattant a hátán az ostor. Nem volt se éjjel, se nappal, egyetlen perc nyugalma sem. 77 nap és 77 éjjel hajóztak. Akkor kikötöttek a vörös tengeren. A gályás meg az emberei kimentek a partra. Maga maradt a királyfi a gályán, akkor benyúlt a kevelébe, kivette a 3 halpénzt, s a tengerbe hajította. Nyomban zúgni, morajlani kezdett a tenger. Egy nagy hullám becsapott a gályára. Azon a hullámon jött a csuka. Mi bajod van, kicsi sógor? Kérdezte. Elmondta a királyfi hűségesen. A csuka elszakította a bilincset, a gályát meglékelte. Fogód csak belém, bíztatta a sógorát, azzal sebesen úszni kezdett, meg sem állott a víz alatti szép palotájáig. Mindjárt futárt küldött 2 sógoráért. Jött a holló, jött a medve, s összeültek, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Reggelig tanácskoztak. Úgy határoztak, hogy az öreg király csak egy mesterséget tud, a részegeskedést. Nem érdemli meg a királyságot. A fia 3 mesterséget tanult. Ő lesz a király. Aztán útra keltek mind a 4 a részeges király országa felé. Ott mulatozott a király most is a kocsmában. Mikor a fiát meglátta, úgy megijedt,
hogy menten kihozanodott. Jöttem, hogy én legyek a király, mondta a fia. Mi meg jöttünk, hogy a trónra segítsük, mondta három sógor. A holló, a medve, meg a csuka. A nép mindjárt éltetni kezdte az új királyt. A vállukra kapták, úgy ünnepelték. Látta az öreg király, hogy nem az történik, amit ő akar. Könyörögni kezdett hát, hogy hagyják meg az életét. Mikor látta, hogy az életét meghagyták, könyörögni kezdett, hogy hadd ihasson még egyet. Akkor a csuka azt mondta neki. Jöjjön hozzám, felséges királyom. Nálam annyit ihat, amennyi belefér. Bevitte a csuka az öreg királyt a föld alatti palotájába. Ott aztán adott neki inni, de nem bort, hanem vizet. Ezen úgy megmérgesedett a részeges király, hogy mérgében megütötte a guta. Ha a guta meg nem ütötte volna, bizony, ez a mese is tovább tartott volna.